mindenkit a Jenner TV-n. A mai vendégünk Kristina Jenner, és megosztja velünk a celebek titkait. Köszönjük, Kristina, hogy eljöttél. Az első kérdésünk, hogy hol nőttél fel? Hát én vidéken nőttem fel, egy kis putriba, de hál' Istennek elköltöztem volna, mert most ugye Balin élek egy külön szigeten, amit én vettem. Milyen a szigeteden a villád? Gyémánt berakásos ablakon van, és ahogyha kinézek az ablakon, egy félig jacuzzi, félig medencét látok, ami szívecske alakú, de szeretnék még valamit, mert nekem ez nem tűnik túl. És hallottuk, hogy most már 3 éves a kislányod. Ő most hogy van, mit csinál? Sminkes, kérlek! Hallottuk még, hogy leszerződtél a Xiaomi-val újabban, és miért ezt a márkát választottad? Hát, mert nagyon szerelmes lett tőle a hajam, nagyon szép, dúmus, és amik benne találhatóak, az C-vitamin, D-vitamin, H-vitamin, kávé. És köszönjük, hogy velünk tartottak a Jenner TV-n. Találkozunk a reklám után, és ott Michael Andrist ismerhetik meg. Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket! Itt vagyok vendégünkkel, Michael Andrissal, aki most nyerte meg a Forma 1-es díjat. Elsőként, ha nem haragszanak, kérnék tőle egy autógramot. Úgy tudom, volt egy súlyos balesetet. Hogy élted meg az utáni időszakot? Hát mondanám, hogy rosszul, de hála Istennek, avagy magamnak, miért sok pénzem van, ezért a legjobb magánkórházakba töltöttem a időt, és abban az egy évben csak költöttem a pénzt. Végezetül az lenne a kérdésem, hogy mik a terveid a jövőre nézve? Hát a jövőre nézve az, hogy megnyerek minden nagy díjat a világon, aztán ennyi. Csabi! Értem, ez lett volna a mai adásunk. A reklám után folytatjuk. Kedves nézőink! Itt vagyok Japánban, Karasumo városában, ami az egyetlen japán város, ahol magyarok élnek. Mint látják, mögöttem közeledik a hírhet Miranda hurrikán, és most megkérdezünk néhány falusit, hogy mi a véleményük erről. Jó napot, megkérdezhetem, hogy mi a véleménye erről a hírhet hurrikánról, hogy érinti önt el. Szegény csirkémet George-ot elragadta a hurrikán. Szegény George, belőle akartam főzni az ebédet. Jó napot kívánok! Elmondaná, hogy mi a véleménye erről a hatalmas hírhet hurrikánról? Hát az, hogy a feleségemet elfújta, és hát ezért nagyon szomorú vagyok, de hát ez van, megtörtént. Hát nagyon sajnálom. Ne sajnálj, nyugodtan, ez így megtörtént. Na, vegyek is a kocsmába, jó napot kívánok. Mi a véleménye erről a hurrikánról? Hát nekünk levitte a házunk tetejét rendesen, és hát szegény tányunkat is elragadta a hurrikánt. Nagyon szerettük őt, fontos volt a családban. Mindenkit nehezen érintett, gondolom ez a hurrikán, minket nem. És hát köszönjük. Köszönöm, hogy itt lehettem.